Most elkezdünk megismerkedni a méretezés funkcióival. A méretezés is egy viszonylag nagy téma, most csak az alapokkal fogunk megismerkedni. Először is, hogy a méretvonalakkal, a méretezés logikájával megismerkedjünk, hozzunk létre egy alaprajzot. Egy picit gyakorolni is fogjuk az eddig megismert parancsokat, szerkesztési és rajzolási műveleteket. Először is hozzunk létre egy új fóliát. Ez a fólia fogja tartalmazni a kontúr vonalakat, ezért a neve legyen az, hogy kontúr. A színe pedig legyen zöld. Oké. Már most létrehozzuk a méretezésnek szánt fóliát is, hiszen a méretvonalak, láncok ugyanolyan rajzelemek, mint a vonalak, körívek, de ugye nem tartoznak közvetlenül a rajzelemünk, a rajzunk logikájához, részeihez, olykor ki kell őket kapcsolni, ugyanolyanok, mint a szövegek, ezért egy saját fórián kell őket elhelyezni. Ez egy nagyon gyakorlatias megfontolás. A méretezésnek legyen az a neve, hogy méret fória. Ezen fogjuk elhelyezni a méretvonalakat, a színe pedig legyen mondjuk világos kék, ez szépen látható. Először pipáljuk ki a kontúr fóliát, ezen fogunk dolgozni. Hozzunk létre egy 100 egység hosszú egyenest, ez lesz a téglalapunknak az egyik oldala. Azért húzok ugye vízszintes vagy függőleges vonalat, mert az ortho funkció be van kapcsolva. Ha F8-al kikapcsolom, akkor bárhova letehetem a mutatómat, ha pedig bekapcsolom, akkor hogyha függőleges és vízszintes elemeket fog létrehozni az AutoCAD, de ezt már megtanultuk. Ha lefele indítom el az egyenest, és beütöm azt, hogy 50, akkor egy 50 egység hosszú rajzelemet fog létrehozni az AutoCAD. A tárgyalszeg követése meg fogom mutatni az AutoCAD-nek, hogy ezt a pontot kövesse, a látszólagos metszéspontot a rendszer ki fogja keresni, tehát már is megvan ez a vonalam is, és be tudom zárni a vonalláncot, ami most egy téglalapot fog adni. Ugye ez nem egy igazi vonallánc, hiszen vonalakból épül föl. Most megrajzolom mondjuk a házikunknak a tetejét, ez legyen ugyancsak mondjuk 40 rajzi egység, és kikapcsolom az ortót, megrajzolom mind a két oldalt. Ezután el fogok helyezni a rajzomon két kört, amit ugye itt a belső téglalapba szeretnék elhelyezni. Természetesen kiszámolhatnánk a köröknek a középpontját, de ehelyett a felosztás utasítást fogom használni. Megadom a felosztani kívánt objektumot, azt mondom, hogy három szakasza ossza föl, három egyenlő szakasza. Nem látszanak a segédpontok, mert ugye a pont stílus az alapvetően a nem látható értéken áll. Most adjuk meg neki mondjuk ezt, már is megjelennek, felemegyek a körparancsba, és a pontok segítségével mondjuk egy 10 egység sugarú kört fogok létrehozni, és ide is rajzolok mondjuk egy 10 egység sugarú kört. Ezt a segéd egyenest, meg a segéd pontokat ki tudom utána törölni. Akkor még csináljunk lekerekítést, a lekerekítés utasítással a sugárértéke legyen mondjuk 5 rajzi egység, adjuk meg az egyik sarkát, másikat lekerekítette, itt is tegyük ezt meg, lekerekítette a rendszer. Most, hogy még ívek is legyenek a rajzunkban, töröljük ki mondjuk az egyik egyenest itt, és az ív parancssal, vagy használjuk is fel ezt az egyenest, a visszavonással visszajöttem, de az ív parancssal rajzoljunk ide egy ívet, mondjuk itt a felezőpontot használjuk segédpontként, majd rá kötjük, így mi, a végpontot, ezt pedig kitöröljük. Ezt a pontot is, és akkor előállt egy alaprajz, aminek a segítségével meg tudjuk nézni a fő méretezési funkciókat. Tehát ez az alapelemünk,
rajzobjektumunk, amelynek a méreteit szeretnénk meghatározni, és ugye feliratozni az AutoCAD modellterében. Válasszuk ki tehát a méretfóliát, és most a feliratozás panelen ismerkedjünk meg a különféle méretezési lehetőségekkel. Ugye a szöveget már megnéztük, most nézzük meg a méretezést. Alapértelmezésben a hosszirányú látható, fogadjuk el ezt, klikkeljünk rá, majd adjuk meg a tárgyalasztály segítségével mondjuk a fönti egyenes egyik végpontját, majd a másik végpontját, és már is látható, hogy szépen fölméretezte az AutoCAD ezt a rajzelemet a modelltérben. A túllógások, a nyílfejek, a szövegstílusok természetesen testre szabhatóak, ezt majd egy következő videóban fogjuk megnézni. A hosszirányú méretezése tehát vízszintes és függőleges méreteket tudunk megadni, ugye megadtam most például ennek az egyenesnek az egyik végpontját, megadom a másikat, és szépen kivetítem az értéket bal oldalra, és szépen feliratozza az AutoCAD. Természetesen a szárkereszt helyzete itt is befolyásolja a méretezési funkciók működését, hiszen ha bal oldalra tolom, akkor ebbe az irányba helyezi el a méretfeliratot, ha jobb irányba tolom el, akkor jobb oldalra, ha fölülre, akkor ugye egy teljesen más méretet fog méretezni az AutoCAD, lefele pedig ugyanúgy ezt a méretet adja meg, de mi most ezt a 40-es értéket szeretnénk fölméretezni. A hosszirányú méretekről ennyit érdemes tudni. Nézzük meg a további funkciókat. Alatta van az illesztett. Ugye az ikon sok mindent elmond. Itt nem a vízszintes és a függőleges méreteket, hanem a feltett távolságokat tudjuk fölméretezni. Válasszuk ki. Megadhatjuk itt a egyenesünket. Figyeljünk arra, hogy ne a méretvonalat, annak végpontját, hanem a valódi rajzelemnek, kontúrvonalnak a végpontját fogjuk el a tárgyasztellel. Erről majd a méres stílusoknál fogok egy picit beszélni, ki lehet küszöbölni ezt a hibát, úgymond, de jó tudni, hogy azért a méretvonalak ugyanolyan rajzelemek, mint a egyenesek, körívek, és már is szépen fel tudjuk méretezni ezt a felde egyenest is, annak a hosszát megadja az AutoCAD. Nagyon egyszerű egyébként ezeket a funkciókat elsajátítani, hiszen kézzelállóra készítették a programozók. Az illesztés után jön a szög, ugye itt egy szögértéket lehet meghatározni, mondjuk ugyanitt van ez a felde egyenes, meg ez a vízszintes egyenes, és a kettő által meghatározott szöget tudjuk fölméretezni. Lehet látni, hogy a hely függvényétől változik a méret vonalnak az alakja, stílusa, hiszen hogyha több hely áll a rendelkezésre, akkor méretnyilak belül helyezkednek el, ha kevés, akkor pedig kívül. De természetesen itt is fontos a szárkereszt helyzete, hiszen nem csak ezt a szögértéket, hanem például ezt a szögértéket is meg tudjuk határozni, vagy éppenséggel így méretezzük föl, hogyha több helyünk áll rendelkezésen mondjuk a rajzunkon kívül, vagy éppen ezt a szögértéket szeretnénk megadni. Tehát nagyon szépen testre lehet szabni ezeket a méretvonalakat, úgy, hogy a műszaki rajz szabályainak minél jobban megfeleljen. Például itt már nincs annyira sok helyünk, ezért kiviszem ezt a méretvonalat. Itt rá tudok fogni az előző méretvonal végére, és szépen tudom rögzíteni magát a méretet. A szögek méretezése is nagyon egyszerű, menjünk tovább. Jön az ívhossz. Tehát itt íves elemek hosszát tudja a rendszer meghatározni. Itt van egy körívünk, kijelöljük ezt a körívet, megjelenik magának a körívnek a középpontja, majd a méretvonalat el tudjuk tolni befele vagy kifele, hát célszerű ugye kifele elhelyezni. Természetesen, hogyha már a méretvonalak egymást elmetszik, akkor ezen lehet segíteni úgy, hogy picit följebb toljuk az egyik méretet, hogy a másik úgymond több helyet kapjon. Tehát szépen a méretvonal elhelyeződött az ív rajzelem mellett. Amit figyeljünk meg, hogy ilyenkor
ugye egy látszólagos metszéspont létrejön a modelltérbe, itt lehet látni, ha kijelölöm ezt a pontot, itt, akkor magát a mérett vonalat jelölöm ki, tehát figyeljünk arra, hogy ne töröljük ki az ilyen pontnak látszó rajzelemeket, hiszen sokszor ugye egy ív mérett vonalnak a részét képezi az ilyen pont. Ezt el kell fogadnunk, hogy az AutoCAD rendszerében ilyenek létrejönnek. Az ív-fosz után nézzük meg a sugár működését. Ugye adódik, hogy itt egy kör, nézzük meg, hogy hogyan működik rajta a sugár méretezés. Kijelölöm magát a kört, és látható, hogy szépen föliratozza az AutoCAD 10 rajzi egység a sugara, de természetesen kívülről is tudom feliratozni a kört. Általában a köröket egyébként nem a sugárral, hanem az átmérővel szoktuk feliratozni, de például a lekerekítéseket már sokkal inkább a sugárral. Megadom ezt a lekerekítést neki, és szépen lehet látni, talán még szemléletesebb, hogy mennyire nagyszerűek az AutoCAD-ben a méret feliratok, méretvonalak, hiszen el tudom helyezni olyan helyen is a sugárértéket, ahol ugye maga a kontúrvonal már nem látható, de nagyon ízlésesen és egyértelműen föl tudom méretezni ezt a lekerekítést. Kívülre is elhelyezhetem, belülre is elhelyezhetem, és természetesen ilyen segéd egyeneseket is, segéd íveket is felhasználhatok. Ezeket célszerű kipróbálni, és amikor az ember ráérez ezekre a funkciókra, akkor már nagyon gyorsan és produktívan tud velük dolgozni. A sugár után jön az átmérő, itt meg kell adni magát a kört, és itt is kívülről méretezi, vagy éppenséggel belülről, attól függ, hogy mekkora hely áll a rendelkezésére, ez legyen kívülről méretezve, látható, hogy magát az értéket is még tudjuk testre szabni az egér mutató segítségével, hogy hol helyezkedjen el, és megjelenik az átmérőjel is, tehát nagyon gyorsan lehet az értékeket elhelyezni az AutoCAD rendszerében. Az átmérő után jön a koordináta, amikor egy adott pontnak a koordinátáját szeretnénk felméretezni. Hát ez már a modern kornak a terméke, mondjuk CNC gépek esetében lehet nagy jelentősége ennek. Ugye válasszuk ki, megadjuk ennek a körnek a közepét. Figyeljünk oda, hogy a kör közepe legyen, így mi. Középpont, kiírta a tárgyraszter, majd elvisszük jobbra a mutatót, így. Ni körülbelül, ez az X koordináta, újra kiadjuk a parancsot az Enterrel, majd elvisszük ugye függőlegesen Y irányba, és megkapjuk a pontnak a függőleges koordinátáját. Tehát tulajdonképpen itt sincsen sok mindenről szó, nagyon könnyen elsajátítható. Végére maradt a megtört, ezzel a parancssal is íveket lehet fölméretezni, csak itt a maga a mutatóvonal nem a valódi középpontból, hanem egy attól eltérő helyből indul ki. Ezzel megint csak helyet tudunk spórolni, például itt megint megadom ezt az ívet, megjelenik a modelltérben a valódi középpont, de én azt mondom, hogy nekem ott már más rajzelemek, méretvonalak fognak elhelyezkedni, nem rajzolhatok oda, ezért innen fog indulni a megtörésem, meg lehet adni ugye, hogy hol helyezkedjen el maga a végpont és a szöveg. Itt, hát itt elég kevés a hely, de mondjuk ez egy tanuló videó, tehát elfogadjuk ezt a helyzetet. Klikkelek a bal egér gombbal, és a végén még ugye magát a megtörési vonalat is testre tudom szabni, de azt gondolom, hogy ez az állás talán még a legjobb ebben a helyzetben. És így megtörve tudtuk magát az ívet fölméretezni. Ugye itt nem ív hosszról van szó, hanem ugye a sugár értéket adta meg az AutoCAD rendszere. Itt is megjelenik ugye ez a középpont, ehhez hasonlóan, de itt már
pedig nem, ezzel tudjuk kiküszöbölni ugye a megtört méretezéssel az előbb már bemutatott problémát, úgymond, amire fölhívtam a figyelmet. Átnéztük a legfontosabb méretezési funkciókat, lehet látni, hogy nagyon egyszerűen lehet használni, nagyon sokrétű az AutoCAD rendszere a méretezést tekintve, viszont fölmerülhetnek olyan kérdések, hogy hogyan tudom testre szabni a méretvonalakat, a szövegeket, és hogy egyáltalán számomra elfogadható-e az az érték, vagy felirati érték, amelyet ugye az AutoCAD alapértelmezésben elhelyez a méretvonalakon, hiszen a 64,03 érték lehet, hogy egy feladathoz túl pontos, de lehet, hogy egy másik feladathoz még 2 tizedes jegyig kellene kiíratni a pontos értéket. Nos, ezekre a kérdésekre a méretezési stílusoknál fogunk rátérni.